Sziasztok! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ma február 24-e van, éghagyomány szerint jégtörő Mátyás napja. Na hát ezért egy olyan mesét választottam mára, amely Mátyásról szól, de nem Mátyás királyról, az igazságosról. Na, halljátok a mesét! Egyszer volt, hol nem volt, túl az óperenciás tengere, de még az is lehet, hogy annál innen volt egyszer, egy szegény ember. Na de ez a szegény ember olyan szegény volt, hogy sokszor még egy betevő falat se jutott neki. El is nevezték csúfondárosan Koplaló Mátyásnak. Na, ennek a Koplaló Mátyásnak egyszer elege lett az életéből. Gondolta, kimegy az erdőre, keres egy alkalmas fát, azt oda fölakasztja magát, aztán annyi. Na hát, ment is, fogta magát, vitte a kötelet, nézkelődött föl az erdőbe, nézte a fákat, egyszer csak elébe duppant az ördög. Először megszeppent Koplaló Mátyás, de azt, mikor megszólalt az ördög, azt kérdezte. Hát te meg mi áradban erre, ember? Én? Megyek tömjént keresni, aztán mind küföstöllek benneteket onnan a pokolból. Jaj, megszeppent az ördög. Így. Na, mit adhatok neked, hogy megszabaduljunk tőled, csak ne bánts bennünket, kérlek, ne bánts bennünket. Na, adsz egy mázsa aranyat, azt megegyeztünk. Így, ilyettében az ördög adott neki egy mázsa aranyat, azt Mátyás már ment is vele hazafelé nagy boldoga, az ördög meg vissza a pokolba a társaihoz. Na, azt ott elmesélte, mi történt. Azok meg már mindjárt elkezdték szétszenni ezt az ördögöt, hogy na te, de hát az már nem járja, hogy csak egy mázsa aranyat, csak hogy elvisz ez a Mátyás, menjünk, szerezzük vissza. Így hát az egyik ördög fogadkozott, hogy na majd ő az erejével megy, aztán visszaszerzi azt az egymás aranyat. Ment is a Mátyáshoz, azt elébe állt. Na hallod, de te Koplaló Mátyás, az nem járja ám, hogy egy mázsa arany csak úgy a tér lesz, nem. Az azért lesz, aki az erősebb. Gyere, keljünk birokra. Jaj, mit kellek én veled birokra? Azt úgyis csak a földhöz lapítanálak. Na de menj ki az erdőbe. Azt ott az egyik barlangba, ott van az én 188 esztendős öregapám, na az majd, azzal kerjél birokra. Na, ment is az ördög, mit sem sejtett, hogy mire gondol a Koplaló Mátyás. Ment az ördög, azt már oda vezette a Mátyás ugye a barlanghoz, azt ott aludt benne, nem más, mint egy medve. Na de az ördög még sose látott medvét, oda ment, Mátyás persze jó messzire ment közben. Fölébresztette a medvét, az meg hó nagy mérgében, hogy fölébresztették, birokra kelt vele. Aztán nagyon nem kellett hozzá sok, egyszer csak ki tudott bújni valahogy a mancsai közt az ördög, az futott vissza, futott a többi ördöghöz. Azok megint összementek, azt elkezdtek tanácskozni. Elmesélte, mi történt, hogy a Mátyásnak a 188 esztendős öregapja majdnem helybe hagyta, alig tudott elmenekülni. Na erre jött egy másik ördög, egy ötlettel. Na halljátok-e, én vagyok a legjobban futó köztetek, megyek én majd, én Móresre tanítom ezt a Mátyást, azt visszaszerzem az egymás aranyat. Na, futott is oda Mátyáshoz, az elébe állt. Na hallod-e te, Koplaló Mátyás, én azt mondom neked, hogy fussunk, mérkőzzünk meg, aztán aki a gyorsabb, azért lesz a mázsa arany. De, hogy futok én veled, hát hiszem, hogy ha mi futnánk, akkor én olyan gyorsan odaérnék, hogy még a pokol oldalát is kiütném, mire te oda kerülsz. Na de van nekem egy öcsém, a Jancsi, na az olyan jó futó, azzal versenyezett. Na, ment a Mátyás, mutatta az utat, tudta, hogy a nyúl, ugye az a jó futó, hogy melyik bokorba szokott aludni, ezt oda ment, ezt mutatta neki, az ördög még sose látott nyulat. Na itt az öcsém ébresz fel, ezt menj, fussatok. Na erre a nagy zsicsajra fölébredt a nyúl, aztán úzsdi, már szedte is a lábát, úgy futott a mezőn az ördög meg utána. Ha persze, hogy nem érte utol, azért a nyulak azok a jófutók, ment vissza nagy szégyenkezve a pokolba a többi ördököz, azt elmesélte, hogy na ki se nézte ennek a Mátyásnak az öccséből, akkor van egy ilyen öccse, aki ilyen jól tud futni, de hát hoppon maradt. Na hát csak nem hagyták annyiba az ördögök, felszólalt egy harmadik ördög, azt mondta, hogy na halljátok, majd én Móresre tanítom, megyek, aztán elmondom neki, hogy én vagyok az erősebb, nem ő. Na, ment is ez a harmadik ördög, aztán Mátyásnál kopogtatott, elébe állt. Na hallod-e te, Mátyás? Az már mégiscsak sok, hogy egy mázsa arany, az csak ugye a tiéd,
legyen az, aki erősebb, aki hatszor úgy körbe tudja vinni ezt a lovat az udvarodon, hogy csak háromszor nyugszik meg, na, azé lesz az arany. Gondolkodott Mátyás, hogy körbe vinni a lovat, na, az nem lesz jó. Hát már megint gondolt egyet, volt egy jó ötlete, mondta az ördögnek. Na hallod-e? Jó van, ördög komanda, akkor te legyél az első, majd utána jövök. Az ördög meg mit sem sejtve fogta a lovat, nehéz volt neki, vitte körbe az udvarba, azt megpihent, ahogy mondta, hát nagy nehezen tudta csak megtenni, de hát azért valahogy mégiscsak letette, összeroskatta, hogy letette a lovat. Na, akkor jött Mátyás, na hallod-e? Na nézd csak, én mit tudok. Fölpattant a lóra, úgy körbe ment vele 90, meg se pihent, azt mondta az ördög, na hallod-e? Látod? Én a lábam közé tudtam venni a lovat, úgy mentem vele 90 úgy körbe, hogy meg se nyugodtam közben. Na, akkor most ki az erősebb? Jaj, futott is már az ördög, szégyenkezve, mesélte a pajtásainak, hogy hogy járt már megint ez a Mátyással, megint csak erősebb, mint ők. Gondolta, nem lesz ez így jó, hát ez mindig mindenbe előttük jár. Na, erre előjött még egy ördög. Ide figyeljetek, én még teszek egy próbát, megyek, azt megmondom ennek a Mátyásnak, hogy aki jobban meg tudja ijeszteni a másikat, na, azért lesz az arany. Ment is Mátyáshoz ez az ördög, úgy, mint a többi. Elég állt, nagy petkesen aztán mondta. Hallod-e te, Mátyás? Azért, az már mégiscsak sok, hogy csak ugye egy más arany a tiéd, na most azt mondom én neked, azért lesz az az arany, aki jobban meg tudja ijesztegetni a másikat. Na, gondolt egyet, Mátyás, mondjad, öregem, mondjad, mondjad. Na, hallod-e? Forró italt itatunk veled, aztán leküldünk a pokolba. Jó, van, hozzátok, megiszok én mindenféle forró italt. Na, ez se elég. Akkor vasekét kötünk mögé, aztán forró parázson kell szántam a pokolba. Hozzátok azt a vasekét, felszántom én az egész poklot, ha kell. Na, hát akkor vasfazékba teszünk, fölteszünk a tűzhelyre, aztán olmot, forró olmot öntünk rá. Hozzátok csak, most én jövök. Na, gondolta az ördög, nem lehet viccelni ezzel a Mátyással, meg se hallgatta, mit mond neki a Mátyás, csak futott, futott vissza a pokolba a többi ördöghöz. Azt mondta nekik, hogy halljátok-e, ezzel a Mátyással tényleg nem lehet játszani, hát ez nagyobb ördög, mint mi. Na, így maradt az, hogy Mátyás békében érdekét a 100 mázsa aranya, az ördögök meg soha nem mentek a közelébe. De annyira nem, hogy aztán, amikor eljött az idő, hogy a Mátyás megöregedett, aztán meghalt, aztán oda került a mennyország kapujába. Hát nem engedték ám, mert Szent Péter azt mondta neki, hogy te az ördögökkel cimboráltál, én ide be nem engedek, menj a pokolba, majd oda biztos beengednek maguk közé. Így hát ment a pokolba, de azok se engedték be, azt mondták, hogy na ide aztán be nem jössz közénk, hiszen nagyobb ördög vagy, mint mi. Így hát szegény Mátyás azóta is ott üldögél a mennyország kapujában, és várja, hogy hát ha majd egyszer beeresztik. Így volt, mese volt. Hát majd csak megtudjuk, amikor meghalunk. Ennyi volt a mese Lalo Mátyásról.